mindig Újpest, örök Újpest, mondd ki a legjobb, ki a győztes. Zúg a tábor a stadionban, bajnok csapat, így ahogy van. Elkezdődött a 2019-20. Évi vízilabda bajnokság. Az előző években a kiesés ellen küzdő UVS-e a Felsőházban játszó Debrecet fogadta itt a Császár Komjádi uszodába, és egy remek játékkal megszerezte a 3 pontot. Tisztelettel köszöntöm Benedek Tibort, az UVS-e szakmai igazgatóját. A győzelemhez gratulálok. Mikor először találkoztunk 3 évvel ezelőtt, akkor azt mondtad nekem egy riportban, hogy fő feladatodnak az utánpótlás nevelését fogod tekinteni. A következő találkozásunknál lent Kanizsán, ahol a UVS-e osztályozót játszott a OB1-be való bemaradásért, és ott te voltál már az edző. Azt mondtad, hogy a további feladat, hogy a felnőtt csapatból egy jó középcsapatot hozzon létre az UVS-e. Azóta te végzed az első osztályú csapatnál az edzői feladatokat, megtartva az egyesület szakmai igazgatói teendőit is, ez egy koncepcióváltást is jelent? Nem volt... Ez a munkám kezdetén nem volt cél, hogy én az OB1-es csapatnak az edző leszek, hanem szakmai vezető voltam csak, és ahogy telt az idő, és láttam, hogy a serdülőkből, egy nagyon tehetséges serdülő csapatból ifi lett, úgy éreztem, hogy ezt a csapatot érdemes lenne felnőtt csapatként továbbvinni. Úgyhogy a koncepció az útközben változott, hiszen amikor én idejöttem az UVS-be, idős játékosok játszottak a felnőtt csapatba, alig volt fiatal benne, és egy szép lassan, hát nem szép lassan, de a második évben szinte az összes idősebb játékost lecseréltem. Én úgy kerültem eleve így a csapat mellé, hogy a Dávid Zöldi az ifi csapatban kapott egy 3 hónapos eltiltást, és én helyettesítettem, és ott kaptam kedvet tulajdonképpen ez alatt az idő alatt, hogy ebben a csapattal én dolgozzak. Úgy éreztem, hogy nagyon tehetséges csapat, és érdemes velük többet foglalkozni. Utána az, hogy a koncepció hogy alakult ki, nyilván csak fiatalokkal dolgozni egy OB1-ben nem lehet, tehát 2-3 idősebb játékos kell ahhoz, hogy az alapot megadják ezeknek a fiatal tapasztalatlan játékosoknak, akik OB1-B-ben már túl voltak az első pofonokon 2 évvel ezelőtt, úgyhogy az egy OB1-B-s szezon után megszüntettük az akkori OB1-es csapatot, és ez az OB1-B-s csapat került tulajdonképpen fel az OB1-be, kiegészítve aztán Bisztricsányi Dáviddal és Korényi Balázsral, és úgy, hát még egy center problémánk is volt, mert Aranyi Máté még nagyon fiatal volt, és nem volt másik centerünk, úgyhogy akkor lett Rába Völgyi Zsombor és Telek Marcell, aki a KSI-ből kaptuk kölcsön, lett centerünk. A tavalyi évben pedig hát nyilvánvalóvá vált, hogy a center kérdésbe kell fejlődnünk, és ezért idén igazoltuk a Tóth Kristófot az Aranyi Máté mellé, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb támadójátékot tudjunk játszani, hiszen a centereknek a messzetartása, lefogása nagyon erős minden OB1-es csapatban a bekkek. Ha nem tudják a centereink közel tartani a pozíciót, akkor az egész támadó játékunk tulajdonképpen alkalmatlanná válik, és hát látszott is tavaly, hogy az erősebb csapatok ellen nem is tudunk nagyon támadni. Félpályán veszítettük el a labdát az OSC Miskolc és a Szolnok ellen sokszor. Úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon, hogy ebből a szempontból ezekkel a nagy csapatok ellen mennyivel tudunk jobban játszani majd idén. Most az első győzelmünk ezért is volt nagyon fontos, mert az a 3 nagy csapat következik most az OB1-ben, ahol tulajdonképpen nagyon sok esélyünk nincsen, de mégis egy erőfelmérő lesz mind a 3, hogy mi hol is tartunk ezekhez a csapatokhoz képest. Azt már látjuk, hogy a kisebb csapatokkal versenyben vagyunk, az, hogy most ez egy gól ide, egy gól oda, az sok mindenen múlik éppen, de az, ezért tudtunk 32 pontot szerezni a tavalyi bajnokságban,
De az, hogy a nagy csapatok ellen egyáltalán tudunk-e közelíteni hozzájuk, vagy ugyanúgy esélyünk sincs, ahogy tavaly, az majd az elkövetkező hetekben fog kiderülni. Az biztos, hogy most nagy lendülettelben vagyunk, mert a Magyar Kupában 3 olyan győzelmet értünk el, amikre nagyon nem számított senki, és most az első bajnoki győzelemmel folytattuk ezt a sorozatot, amit megkezdtünk. Úgyhogy egy jó kezdés után elkezdtük gyűjtögetni a pontokat. Tulajdonképpen a csapatnak a célja továbbra is az, hogy ne essen ki az OB1-ből. Az, hogyha ennél nagyobb célok, hogy lesznek-e később, azt csak akkor fogom tudni megmondani, ha elkezdünk több győzelmet aratni, több pontot gyűjteni, és kerülhetünk olyan helyzetbe, mint tavaly, hogy 2 meccsünk is volt ahhoz, hogy felsőházba jussunk, mind a 2 elveszítettük. Lehet, hogy idén már például fejlődtünk annyit, vagy fejlődni fogunk addigra annyit, hogy ezeket a meccseket már meg fogjuk tudni nyerni. Egy pillanatra még visszatérően a gyerekekkel való foglalkozáshoz, a jellemzően elmesélték nekem, hogy a 3-szoros olimpiai bajnok télen a hidegben, kora hajnalban, gatyára vetközve ugrott be a vízbe, hogy személyesen is megmutassa, hogyan is kell ezt a vízilabdát játszani. Ezek a gyerekek már a serdülők korukban is jól játszottak, és úgy látszik ezek szerint, hogy odáig fejlődtek, hogy már egy OB1-es csapat is számíthat rá. Olyan OB1-es csapat, ahogy most tőled hallom, már egy fejlődésre ítélt csapat. És akkor ide kapcsolható az a kérdés, hogy szóba sem jön az, hogy ezt a felnőtt csapat erősítést esetleg külföldről vagy idegenből hozott játékosokkal is megerősítitek? Hát nem, hát azért bizonyítja azt, hogy itt nincs külföldi játékos a fiú csapatnál, hogy nem is gondolkozunk ebbe, sőt olyannyira nem, hogy ma például 2 darab 2003-as játékos játszott, Molnár Erik és Végvári Vince, tehát ők 16 évesek, és inkább őket játszhatom, mint hogy külföldi játékosokat hozzunk, hiszen ez egy nevelőegyesület, tehát ők 16 évesek, és inkább őket játszhatom, mint hogy külföldi játékosokat hozzunk, hiszen ez egy nevelőegyesület. Pont az a célja, hogy minél több lehetőséget kapjanak az UVS-ben felnőtt játékosok, és bárki bármennyit is fiatalít a körülöttünk lévő csapatok közül, általában azért fiatalítanak, mert esetleg nincs elég pénzük külföldi játékosra, mi meg azért fiatalítunk, mert ez a koncepciónk, hogy UVS-ben felnőtt játékosok kapjanak játék lehetőséget, és kerüljenek majd az UVS-ből egy nagy egyesületbe, ahogy például Baksa Benedek ezt megtette idén. Büszkék vagyunk rá, hogyha jól fogott játszani, mert azt jelenti, hogy jól felkészítettük arra, hogy ő az Egerben már egy profi klubban, aki bajnokok ligájába fog játszani, ott is megállja a helyét. Egy technikai kérdés, milyen meggondolás alapján játszik a UVS-e az eddig jó megszokott Margit-szigeti úszoda helyett itt a Császár-Kolbjádiba. De mögött van meggondolás. Mögött is van, persze. Én hoztam át rögtön, amikor elkezdtem a játékosokkal dolgozni. Mivel, hogy mi egy gyors csapat vagyunk, nekünk a nagypálya kell, ki tudjuk használni a nagypálya méreteit, a sziget sokkal kisebb, az a lassabb, erősebb játékosoknak kedvez. Látható is, hogy ezt a rengeteg lefordulásos játékot nem is nagyon szeretik az ellenfeleink. Visszatérve egy picit az utánpótlásra, azok most jó kézben vannak, vagy továbbra is azért te irányítod őket, vagy vannak olyan edzők, akik viszik tovább a utánpótlást, fiú utánpótlást? Hát összesen 17 edző dolgozik az UVS-ben, úgyhogy én bízom abban, hogy magas szinten és jól dolgoznak az edzők. Nyilván valamiféle kontrollom van fölöttük nekem, és az én szakmai irányításom alatt dolgoznak a 17 edző fiú-lány vonalon összesen, és az UVS-e azért az elmúlt 10 évben elég sok játékossal bizonyította azt, hogy jó utánpótlás nevelő klub, hiszen rengeteg UVS-es volt, UVS-es játékos játszik OB1-ben, a jó csapatokban is, és hát mindenképpen ez a célunk, hogy innen
megtartani ezt az OB1-es csapatot ugródeszkának, és aztán felnevelni ezeket a játékosokat, hogy minél jobb játékosok legyenek, esetleg egy páran még a válogatottba is bekerüljenek stabil tagként. Nem akarok tovább feltartani, mert így is később járt, hiszen már ránkoltották a villanyben a uszodában, gondolom, hogy tartott valami értekezlet. Azért egy személyes kérdéset szeretném ezt befejezni. Egyszer tőled hasonlót kérdeztem, hogy te ide kerültél az UVS-ből, ide került egy háromszoros olimpiai bajnok, és akinek a neve gyakorlatilag a vízilabda egén az ott vagyok. És amikor te ide kerültél az UVS-be ezzel a valamilyen módon, az ugye ezt senki nem tudja, ennek alapján, hát sokan érdeklődnek, na és mi is történhetett, na ez az úgynevezett színfalak mögötti kutakodás, ez nem az én területem, de azt hiszem, hogy megkérdezem, most már jól érzed magad, akkor itt ezzel egy Benedek Tibor, aki a világ legnagyobb játékosai között élt el az életét, jól érzi magát most itt az UVS-ben? Nagyon jól érzem magam, rögtön jól éreztem magam, csak ez, amit most csinálok, hogy edzősködöm, és ezzel igazán hasznosnak is érzem, tehát kiteljesedik a munkám az UVS-én belül. Nyilván szakmai vezetőként is nagyon érdekes volt a koncepciókat kialakítani, de ez a hétről hétre való küzdelem, ez a rengeteg mérkőzés, ez tulajdonképpen sokkal jobban az én világom, és nagyon, nagyon, nagyon sok örömet okoz, mind a fiúkkal való munka, mind pedig maga ez a meccs helyzet, amikben elég sokszor kerülök mostanában. Hát köszönöm szépen, hogy a rendelkezésen áll, és egy nagyon sok sikert kívánok többek között neked is, a UVS-nek is, és hát végezetül is azoknak a fiúknak, akiket gyakorlatilag most már ötödik éve pici koruk óta jön, és hogy nagyon nagy dicsekvéssel tudom azt mondani, hogy aki most elment tőletek az Egerbe, a Vasa, első gólját, amit OB1-es meccsen az Eger ellen az utolsó másodpercben lőtt, azt nekem sikerült felvenni, és ez egy óriási dolog, hogy ezeket a gyerekeket így végig lehetett kísérni, és hogy ezek jó kezekben vannak, akkor sport és jó kezekben van. Köszönöm szépen, kicsit fellengzős lett a vége, de köszönöm még ezt, hogy a rendelkezésre. Köszönjük szépen.